korrupciós ügyek, sikkasztások, adócsalások, hamis webáruházak akciós ajánlatai. Kedves testvéreim, amikor a hírekben ezeket a fogalmakat halljuk, akkor elég nehéz elképzelnünk, hogy valaki egyáltalán anyagi kérdésekben hozzánk valami óriási bizalommal fordul. Szinte már csak saját ismerőseinkben bízunk meg ilyen téren. Sőt, manapság sajnos sokan valószínűleg családtagjaikat is hamarabb áldoznák be, mint zsíros bankszámláikat. Nos, a mai evangéliumi részt általában úgy magyarázzák, hogy bizony a kapott talentumainkat, Istentől szerzett ajándékainkat, tehetségünket kamatoztatni kell. Ez helyes, de azt hiszem, hogy felszínes értelmezés. A befektetés és annak eredményessége itt a történetben csak következmény. A kiindulás, az alap, a lényeg teljesen máshol van. Mégpedig a történet legelején. Az Úr megbízik szolgáiban. Pénzét ugyanis személyesen is bankba tehetné, vagy más módon is befektethetné, ő azonban lemond erről a biztos műveletről, és sokkal kockázatosabb utat választ, rájuk bízza vagyonát. Azt a vagyont, ami már egy talentum esetében is óriási összeg, a Szentírás magyarázói szerint egy talentum ezüst vagy aranypénz abban az időben 40-60 kilogramm, 40-60 kilogramm is lehetett. Az Úr, vagyis Isten elsődleges célja tehát egyáltalán nem a nyereség, hanem az, hogy szolgái, vagyis mi, felismerjük és megsejtsük, hogy ő mennyire, de mennyire megbízik bennünk. E világ szerint gondolkodva ez az Úr teljesen naív és jóhiszemű. Valójában azonban ő felfoghatatlanul gazdag, de nem az anyagiakban, hanem a bizalomban. Ő mindent, kivétel nélkül mindent rájuk bíz. A talentum átadása a bizalom mérhetetlen jele. Arról viszonylag gyakran beszélünk, hogy Istenben, mint Atyában bízzunk meg, és hogy a belévetett hit lényegében nem más, mint ez a bizalom. De arról már kevesebb szót ejtünk, hogy Isten maga lényegében nem más, mint felénk áradó bizalom, végtelenül, szinte azt mondhatnám, hogy őrült módon és mérhetetlen kockázatot vállalva megbízik bennünk. Ezért születtünk meg, emiatt élünk, mert igent mondott ránk, kiválasztott, és napról napra éltet minket. Éltet, mert megbízik bennünk. És ezen a mai vasárnapon, így az evangéliumi szakaszunk kapcsán egy picit gondolkodjunk el arról, hogy miben is bízik meg bennünk, hogy mit is bízott ránk ez az Isten. Azt hiszem, elsőként azt kell mondanunk, hogy ránk bízta az embert. A szülőre a gyermeket, a nagyszülőre az unokát, hogy József és Mária lelkületével nevelje, növelje és kísérje élete útján. A pedagógusra rábízta a diákot, hiszen a szülő is, a pedagógus is csak kölcsön kapja a gyermeket. A pedagógusra tehát a diákot, hogy ne csak tudást, hanem főleg és elsősorban emberséget, becsületet, értéket, hitet, erkölcsöt, műveltséget plántáljon belé. Csupa olyat, amiért igazából nem is jár fizetés. Aztán rábízza az orvosra, az ápolóra, a mentősre, a covidos beteget, de nem azért, mert megemelt munkabér járna érte, hanem azért, hogy Teréz anya lelkületével odahajoljon,
szemébe nézzen, mellé üljön, és adott esetben megfogja a kezét. Rábízza a szakemberre a munkát. Mondjuk az asztalosra a padokat, vagy a kőművesre a templomnak az aljzatát. De nem a fizetésért, hanem mert becsületes munka és emberséges hozzáállás fekteti le egy közösségnek, egy országnak az erkölcsi alapjait. Az elvégzett munkából, mindenki munkájából kisugárzik annak szelleme, lelke, aki kiadta azt a munkát a saját kezéből. És aztán természetesen folytathatjuk a sort akár napestig. Rám bízza az idős beteg szomszédnénit, akire általában senki sem nyitja rá az ajtót, vagy rám bízza a hajléktalant, hogy egyáltalán szóba álljon vele valaki, hogy nevén szólítsa, hogy meghallgassa őt, vagy rám bízza úgy este 7 óra körül a bolti eladót, amikor gyorsan még beszaladok az utolsó pillanatban, és zárás előtt még rámosolyoghatok, és megköszönhetem neki a napi helytállást. Ez a bizalom az ő részéről felénk. Micsoda ajándék ez, és micsoda felelősség is egyben. De nem csak az embert bízza ránk, azt gondolom, hanem ránk bízza az egyházat. Hogy is indult? Az egész földkerekséget lényegében átalakította az ő bot csinálta apostolaival. A kérgeskezű halászokkal, a pénzéhes vámosokkal, vagy éppen a forró fejű forradalmárokkal, akik, és ezt ugye már Pál apostol mondja, saját magukról lényegében, salakja lettek ennek a világnak, mindenkinek a söpredéke. Ezekkel az emberekkel elkezdte átalakítani a világot. És aztán folyamatosan Péterre és utódaira az egyház hajójának a kormányzását bízza. Csak kettőt hadd említsek, két meglepetés. Ugye valamikor a 20. század közepén egy joviális, pocakos öregember, aki mindössze csak jóságos volt mindenkihez, aki mindenkivel szóba állt a Vatikánban, és aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve szinte összehívta a II. Vatikáni zsinatot. Ő lett később a Szent 23. János pápa. Vagy ott volt a lengyel pápa, a vasfüggöny mögül, aki folyton csak ezt ismételgette a hallgatóságának, ne féljetek, rábízta az egyházat. De ez folyamatos, ez a bizalom az Isten részéről, mert rám, vagy ránk, egyszerű pásztorokra bízza az ő nyáját, hogy Isten oktalansága bölcsebb legyen az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb legyen az embereknél. És aztán mehetünk tovább, mert a közösségek vezetőire, egy énekkar vezetőre, egy házas hétvégés csoport vezetőre is sorolhatnám, rábízza a csoporttagokat, mert a hajónak, mert a hálónak, ami összefogja a halakat, erősnek kell lennie, és semmiféle járvány, vagy semmiféle izmus, ideológia nem szabad, hogy szétszakítsa ezt a hálót. És ez pedig ezeken a közösség vezetőkön, ezeken a tartó elemeken múlik. De aztán mehetek még tovább, mert hogy családanyák és családapák, rátok van bízva az egyház, mert ha éppen a vírus miatt ismét zárt kapus misék lesznek, ki fogja majd összegyűjteni otthon a gyerekeiteket, unokáitokat imádságra és énekre. Az egyház ti vagytok. Mondják, de valóban így is van, közel már a család egyházkora, úgy, mint az ősegyházban, amikor a családokon, ezeken a mustármagokon fog múlni, hogy az egyház fennmarad és élő marad-e, vagy sem. És nem utolsó sorban ránk, mindannyiunkra bízza az Isten a 2000 évnek a tanítását, a hitét, a nagy keresztény meggyőződéseket, a legmélyebb titkoknak a kifejtését. Annak az igénynek a fölkeltését, hogy vegyük kezünkbe napról napra a Szentírást, hogy a szentek
a keresztény gondolkodók írásait forgassuk, hogy ezekről beszélgessünk, hogy tegyünk fel kérdéseket, fogalmazzunk meg gondolatokat ezzel kapcsolatban. Isten bizalma, ereje leginkább abban nyilvánul meg az egyházban, hogy a legsilányabb, a leggyengébb eszközökkel is hatalmas dolgokat visz véghez. Micsoda ajándék és egyben micsoda felelősség ez. És a harmadik, végül de nem utolsó sorban ránk bízza az Isten a legértékesebb talentumát, a legnagyobb vagyonát, amilyen csak van. Ránk bízza magát, Jézust. Ránk bízza, hogy ő bárhová is elindul, én elkísérjem őt, bárhová megy, vele menjek, bárkit akar vigasztalni, én legyek az ő nyelve, az ő szava, az ő meghallgatása. Mint pap, az én bűnös kezeimre bízza minden egyes szentmisében önmagát, mert tarthatom, fölmutathatom, kioszthatom ezt a Jézust. Az én ajkaimra bízza a legszentebb szavakat, ez az én testem, ez az én vérem. És Isten minden egyes szentmisében ránk, mindannyiunkra bízza ezt a legnagyobb kincset, amely ezerszer ezer talentumnál is többet ér, és olyannyira megbízik bennünk, hogy még magunkhoz is vehetjük őt egészen személyesen az oltári szentségben. Ez felmérhetetlen vagyon, ez kifürkészhetetlen kincs. Itt a templomban még csak-csak elboldogulunk vele, mert tudunk egy kicsit csendet tartani, tudunk imádkozni, de az igazi kihívás mindig akkor jön, amikor majd ki kell lépnem innen a templom falai közül, hogy akkor mit is kezdek vele a mise után. Végtelenül megbízik bennem, hogy így a szent áldozásban magamhoz vehetem, és aztán a mise után én képviselhetem őt kint a világban. Vagyis élő tabernákulummá válok. Micsoda ajándék ez, és ismét micsoda felelősség. Ő ránk bízza egyszülött fiát, magát Krisztust. Ez a három dolog, amit szerettem volna ma kiemelni, hogy Isten ránk bízza az embert, az egyházat és magát Jézust. És zárásként egy elgondolkodtató és nagyon-nagyon egyszerű kérdés, ami összefoglalja ennek a mai példázatnak az összes üzenetét és tartalmát, ezt a kérdést pedig Pál apostol teszi föl. Nagyon egyszerű. Mit van, amit nem kaptál? És aztán később még hozzáteszi. Ez a kincsünk cserépedényben van, hogy a rendkívüli erőt ne önmagunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.